Kevesen tudják, de Magyarországon is volt két olyan UFO észlelés, amikről jelenleg is beszélnek az emberek, és nem véletlenül, hiszen vannak gyanús tényezők. Még 1989. október 20-án hajnalban láttak Tarna Szent Márián furcsa, megmagyarázhatatlan fényeket az égen. Ráadásul az éppen a helyi honvédségi őrtanya tornyában lévő Diószegi Lajos még zúgó hangokat is hallott. De nem ő volt az egyetlen, hiszen rengetegen felfigyeltek a jelenségre, az állatok is furcsán viselkedtek, sőt, egy hónappal később, november 20-án újra megismétlődött a hátborzongató eset, ami még nagyobb pánikot keltett. Próbáltak átkutatni a környéket, de nem találtak semmit, hiába volt sok szemtanú. A rejtélyes UFO észlelés után állítólag elment egy nő a laktanyába, és próbálta meggyőzni az embereket, hogy csupán sarki fényt láttak, ez pedig kifejezetten gyanús volt, mintha csak el akarnának titkolni valamit. A mai napig nem sikerült lerántani a leplet a titokzatos esetekről, amiket Magyarország legfelkavaróbb UFO észleléseiként is emlegetnek. Emlékeztek erre az esetre? Én nem. Én se. De ez a legrejtélyesebb. Miért nem emlékszünk? Felkavaró, őket felkavarták. Kitörölték belőlünk. Hát szerintem... Hát a fekete ruhások. Szerintem az a nő, aki elment és megpróbálta kimagyarázni a jelenséget a sarki fénnyel. Uh-huh. Ezen a... Az a gyanús, hogy kiküldte azt a nőt, aki ott magyarázta, hogy a sarki fény volt. Miért volt érdeke annak a nőnek, hogy meggyőzzön embereket arról, hogy az a sarki fény volt? Nő volt-e egyáltalán? Tehát gondoljuk bele, hogy mennyivel valószínűbb, sokkal valószínűbb, hogy valami azonosítatlan repülőtárgyat láttak, mint hogy sarki fényt. Igen. Hát ez nevetséges. Igen, amiben egyébként önmagában meg még semmi különleges nincsen. Tehát, hogy a tulajdonképpen azonosítatlan repülő tárgyakkal találkozol, amikor nyaralni mész repülővel, kimész a repülőtérre, és kinézel azon az ablakon, és egyszerre négy gépet lát, amiből egynek tudod az azonosságát, de még egyelőre nem tudod a négy közül melyik. Persze. Az. És amikor megmondod, hogy az az én gépem, na, akkor másik három még UFO. De másik hármat is azonosított, hogy repülőgép. Az, hogy nem a te géped, az nem az az azonosítása, hogy ez melyik járat, megjegyzem, hanem az, hogy ez mi ez a tárgy odafönt. Megjegyzem, az nem fiatalok. UFO, amit a kifutópályán látsz, az még nem repül. Ugye ez flying object, tehát repülőtárgynak kell lennie. Na most nyilvánvalóan vannak a mai napig, sőt lesznek is azonosítatlan repülőtárgyak, amiről nem tudják eldönteni a szakértők sem, hogy ez most mi volt. Valaki egy drónnal szórakozott, elszabadult egy meteorológiai léggömb, vagy valamelyik ellenséges, hogy hívják, nagy hatalom próbált felderítést végezni valamilyen szupercsúcs technológiával, vagy a földön kívüliek, mert ugye az emberek az UFO-kat egyszerűen ezzel azonosítják, hogy azok a földön kívüliek. Tehát mi mindenki, mindannyian gyakorlatilag az emberek úgy gondolkodnak, hogy amikor UFO-ról beszélünk, az csak is földön kívüli intelligencia lehet. Azt, hogy miért képzeljük úgy, hogy az pontosan ugyanúgy szerveződik, mint ahogy mi, ugyanolyan ipari módon oldja meg azt, hogy velünk például kapcsolatba lépjen, tehát hogy épít egy gépet, tudjátok, egy ilyen nagy acél, vagy alumínium, vagy valamilyen gépet, ami persze nem úgy működik, mint a mi repülőgépeink, de mégiscsak egy ugyanilyen gép, és hogy azok miért ugyanúgy néznek ki, mint mi. Bár nagyobb a feje, meg hosszabb a karja, de mégiscsak emberszerű. Milyen különös ez a humanoid, ahogyan ábrázoljuk őket. Egy ilyen nagyobb feje van, hiszen úgy képzeljük, hogy nagyobb az agya. Okosabb. Hiszen ott azon a helyen, azon a bolygón, szintén egy evolúció fejlesztette. Nyilvánvaló, hogy ott is a fejben, a fej koponyában lévő agy az, ami felelős az intelligenciáért, mert hogy máshogy alakulhatott volna az evolúció. És hát tegyük hozzá, hogy fehér. Igen, és ez a lény, milyen zöld, különös, hogy karjai vannak, milyen különös, hogy a lábain áll, de milyen különös, hogy egyetlen de feje ez van. Prekoncepció, hogy az, amin a két fekete folt van, az a feje és a két fekete folt a szem. Lehet, hogy az a gyomra, és amit mi bal lábnak gondolunk, ott van az agya. De azért az mégis csak normális, hogy az 1, 2, 3, 4, 5 nyúlványú állatok, ez, mi is 5 nyúlványúnak tűnünk, mert a fejünk egy, de ha úgy tetszik, akkor 4. Gratulálok. De tudod, vannak még a, nem tudom, 8 meg a 10, ugye a rovaroknál. Meg a 100 meg a nem tudom mennyi. Az már megszámlálhatatlan, azok meg már ilyen állábak, de végül is nyúlványok. De hogy a viszonylag csekély számú, az tényleg úgy néz ki, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. És csá. Jó, lehet. Tehát miért ne lehetne 5 ilyen tengeri csillag alakú a földön kívüli élőlény is. De miért gondolkodunk végtagokban? Eleve a végtagokat. A végben. Eleve a végtagokat.
Eleve ezt a testzsákot, ez az evolúció alakította ki. Egy másik evolúció, valahol máshol, vagy miért is hívnám evolúciónak, egy másik mechanizmus, egy másik teremtésművelet valahol máshol miért hozna létre egyáltalán olyan konstrukciókat, amilyen itt az emberi vagy az állati test? Esetleg miért menne végig keresztül az a civilizáció vagy kultúra, vagy egyáltalán miért alakulna ki civilizáció, illetve kultúra abból a lényből, és miért menne végig ugyanazokon az állomásokon, hogy a végén egy járművel közlekedjen az űrben, ahelyett, hogy a gondolataival közlekedjen. Ez a mi fantáziánknak a csekélységét fejezi ki. Minden science fiction szerző annyit ér, amennyire különböznek a teremtményei a földi teremtményektől. Igen. Ezért mondjuk akkor gyorsan idézzük ide a Star Wars univerzumot, ami nem olyan nagyon, hogy is mondjam, fantázia dús. Igen, de az régen zajlott, nem a jövőben fog. Oké. A határokat nem biztos, hogy az evolúció alakította ki, hanem mi. Ugye mi mondjuk meg, hogy meddig tart az élővilág, meg a bolygó széle. Mi gondoljuk azt, hogy az állatvilág, ezek meg emberek, azok a növények, de azok már a gombák. Nyilván ennek van egy szabályrendszere, amely alapján tényleg itt vannak a határok, de mondhatnánk azt is, hogy nem. Vagy mi gondoljuk, vagy mi határozzuk meg, hogy mi az, ami makrokozmosz, és mi az, ami mikrokozmosz. Meddig látunk el, vagy meddig gondolunk el, hogyha ezeket a határokat nem így határoznánk meg, akkor az idegenekre mondhatnánk, hogy nem is idegenek. Hanem rokonok. Hanem rokonok. Vagy mi magunk vagyunk egy másik időségben, vagy akármit mondhatnánk. A kérdés az, hogy léteznek-e. Van, aki hisz bennük, van, aki nem hisz bennük, van, aki nem hisz, hanem tudja, hogy vannak, mert találkozott velük, én nem találkoztam bennük, és nem is hiszek bennük. Na de miért van az, hogy ezeket az észleléseket mondjuk jellemzően Észak-Amerikában, az USA-ban dokumentálják? Tehát, hogy az a legtöbb ilyen UFO észlelés, az miért USA-ban történik? Történt. Szerintem ez egy ilyen jóléti ráérés lehetett, hogy a hidegháborúnak a jobbik végét húzták, és ők már ráértek erre a szabadidős tevékenységre, mert nem tudom, nem a TS-ben kellett éppen túlórázniuk. Vagy az idegen civilizációk őket nézték ki, mint a legfejlettebb humanoidok, és ezért ővelük akartak kontaktálni, de ha vagy meg kontaktálni akartak, is lehet, akkor miért nem? Az is lehet, hogy az amerikai társadalomban a legnagyobb fokú a bizalmatlanság a saját elitjével szemben, és annak a gondolata, annak a sejtése, hogy minket átvernek, hogy olyan folyamatok zajlanak a háttérben, vagy akár az előtérben, amelyeket előlünk eltitkolnak, és már ehhez a gondolathoz, már ehhez a gyanakváshoz tartozik hozzá az az észlelés, hogy amikor én ott látok valamit, az nem a sarki fény, hanem nyilvánvalóan az 57-es szektorban a titkos iratok azok, amelyek magyarázzák, amelyek értelmezik azt, amit látok. A kormány már réges-régen kapcsolatban áll velük, vagy legalábbis a CIA már réges-régen azonosította őket, csak nem mondják el nekünk azért, és valójában nem az élményhez, az észleléshez tartozik a Conteo, hanem a Conteo igényéhez tartozik az észlelés, és amint megjelenik valami az égen, az már egy meglévő összeesküvés konstrukcióba helyeződik be. Magyarul egyfajta pszichózisnak a tünete, hogy észlelem. Uh-huh. Uh-huh. Nem 57-es szektor, hanem 51-es, angolul Tarna. Te elhiszed, hogy 51-es? Angolul Tarna Szent Mária 51. Te azt hiszed, hogy 51-es? Aria a Máriával nem véletlenül rímelt, ti sem gondol. Te még mindig itt tartasz, hogy 51. Ja, nevetséges, tudod, azt akarják, hogy azt hitt, hogy 51, és te meg elhiszed. Ezért nem fogod megtalálni, amikor keresed. Tartok tőle, hogy a sarki fény az a Párizs fénye espresszó, a sarki presszó fénye lehet. Van egy evolúciói... Egy olcsó koktél egyetemistáknak. Van a humanoidok külsejére vonatkozó evolúcionista magyarázat is. Abból indul ki, hogy valamely történelmi korban az emberiségnek egy törzse, vagy több törzse elhagyta a Földet, és az evolúciója egy másik bolygón, vagy egy másik, minden más ökoszisztémában folytatódott és zajlott, és most, hogy visszatérnek, azért hasonlítanak ránk, mert közösek az őseink, csak lehasadtak a mi evolúciós történetünkről. Melyikünk változott meg, vajon ők, vagy mi? Mindannyian megváltoztunk, tehát egy majom
törzs lehetett az ő közös ősünk, és ők egy párhuzamos evolúciós történetet írtak le, és a hasonlóságok, a karjuk, a fejük, a koponyájuk, stb. Erre vezet vissza. De hogyan hagyták el a Földet? Mert én egyetlen módot tudok elképzelni, egy korábban kevésbé nincs, fejlett nincs állapotból nyoma az annak, a bomba. Mert hiszen a bombával lehet elhagyni a Földet, de az meg nem valódi fizikai. Erich von Däniken leszállt egy űrhajóval, ők felszálltak az űrhajóra, és ő elrepítette őket egy másik bolygóra. Illetve még azt tudnám elképzelni, hogy jövőből jövünk vissza magunkhoz, tehát hogy ezek az emberek 200 év múlva, de hát ugye... 200? Hát akkor 100, 200 ezer. 20, akkor mit tudom én, tök mindegy. Nem akkor tudom. 20 segített az igényeidet kiszolgálni, a Dávid módosított, és így már jó. Így már jó, hogy 20, ugye, Robi? Mert hogy arra gondolok, hogy ha exponenciális fejlődés sem megy keresztül a civilizációnk, a technológiánk, a tudásunk. De az evolúciónk nem. A biológiai az evolúció igaz, nem. Igazad van. De még egyébként az is lehet. Miért ne? Honnan veszed? Honnan tudod, hogy mit tudsz 20 év múlva előállítani? Lehet, hogy lesznek olyan gépek, amikbe befekszel ilyen ma ismert homo sapiens formában, és 5 évig keltett, és kijössz belőle szuperhumanoidként. Hát ez szolárium, nem? Erre gondolsz. A szerkesztőnk az Interstellára utal, szóval, hogyha a könyvespolc előtt azt a sugallatot hallott, hogy szeretet, 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 akkor lehet, hogy a jövőből szól hozzád a gyereked. Az űrverseny azért okozhatta a hidegháború során ezt a fokozott figyelmet az égi jelenségekre, ami én azt gondolom, hogy az oroszoknál is meglehetett, csak hogy őt ott az utca embere nem szerepelhetett annyit a tévében meg az újságban, hanem szóltak neki, hogy... Egyrészt valószínűleg nem is látott ilyesmit, mert vedelte a vodkát, és arccal a sárba belecsapódott, és nem az eget kémlelte, hanem négy kéz lemászott haza a kocsmából. Még az amerikaiak ugye ültek kint a verandájukon, és nézték a csillagos égbolt elhúzó Starlinket. Ti éreztetek már életetekben úgy, hogy na én most láttam egy UFO-t? Nem, sajnos. Én egyszer valami ilyen ifjúsági nyaralásra mentem, nem tudom, Banska Bistricára 5-esként az általános. Igen. Magyarság vizsga volt, és nem mentél át, Oszi. Hogy ott rohadnátok meg, ahol vagytok, és a busz mellett így, tudod, jött egy ilyen furcsa tükröződés, és azóta is gondolkodom, hogy akkor ez az üvegen tükröződött valami, vagy a másik üléssorban valaki pörgetett valamit, csak én oda lát, de így konkrétan így egy fél percig a szememmel követtem, aztán ez a dolog megszűnt, és így, úgy vagyok vele, hogy én nem hiszek ezekben úgy sem, hogy már láttam egyet. Uh-huh. És emlékszem a Ferkó nevű szomszédgyerekre, aki meg ilyen, mi voltunk 5 évesek, ő meg 6, és állandóan gömvillámmal májerkodott, uh-huh. hogy ő már hallott ilyenről, és őt látott, tehát, hogy így mutatta, hogy ott a szomszédságunkban, az házak között, így lejött így a tetőn, és arra ment el, és mivel ezt tőle hallottam, ezért folyamatosan hitetlen voltam ezzel kapcsolatban, de hogy egyébként ezt nem ilyen gúnyos mosollyal tárgyalják a jelenséget, hanem egy ritka elektromos jelenség. De a gömbvillám az nem, teljesen hülyeségkonteó, mint az UFO, hanem arra az létezik, nem? De, ja, csak baromi ritka, ezért nincs úgy dokumentálva, hogy teljes megnyugvással azt mondja, csak egy gömbvillám. A 6 éves gyerekeknél, meket kisebbeknél, az simán működik, főleg kisebbeknél még, hogy annyira élénk a belső világa, annyira vetít gyakorlatilag ő még belül, hogy ha azt magyarázod neki, hogy Ferkó, tegnap emlékszel, hogy tegnap láttuk itt ezt a gömbvillámot, ami így meg így jött, és ezt 2-3-szor elmondod neki, akkor Ferkónak konkrét látni emléke fogja. Lesz róla, hogy ő látta. Tehát ő neki belül ez a kép, ez megszületik. Még félig a fantázia uralja a pszichét. Kivetítődik az agyában a kép, és elraktározódik a látott kép. Tehát ő látta azt. Onnan kezdve ez neki megvan. Összefügghet az, hogy a névnapomra kapott halogén elemlámpával a házuk tetejét világítottam simán. Heteken keresztül, hogy észrevegye az ágyból. A Halloween elemlámpáddal. Ha kellően ijesztő. Az is érdekes, hogy megvan ennek az egész UFO észlelésnek az uralkodó mítoszok sorában a helye, hogy volt a western, mint uralkodó műfaj és a hősei, aztán a gangster film, mint ilyen romantizált, és több, és még a 20. században vagyok, és onnan indultam, csak a kalózok, aztán az archeológusok, aztán az űrhajósok, aztán a paleontológusok, aztán a szuperhősök,
És jelenleg a zombik szerintem, vagy nem tudom, hogy éppen hol tartunk. Vagy a szuperhős az újra beelőzi a zombikat, ez kérdéses. És akkor ennek során az űrhajóst, azt nyilván kalandokkal kell felruházni, mert nem lehet ennyit mondani, hogy az azt jelenti, hogy fölülsz egy rakétára, és kimész az űrbe, igen. És nincs több elvárásunk, vissza se kell, hogy tudjál jönni, sőt, innen már űrhajós vagy. Kilépsz a Holdra, és visszajössz, és ennyi volt a kaland. Igen, de a világ, hát szerintem már ugye a Westernben is olyan hősök vannak, ugye ilyen szamuráj mintára, aki egy egész falut megment, aki a védtelen nép vagy közösség szolgálatába rendeli az életét, és aztán a kalóz is valami olyan, hogy hát igen, elrabolta a kincseket, de a királytól, de amúgy rendes, meg így a sajátjaival azért jóban van, meg elrakta egy szigetre, mert majd szét akarja osztani a népnek, és hozzá is rendelünk jó tulajdonságokat. Az Indiana Jones-t is felruháztuk ezzel, akkor az űrhajóst miért ne akarnánk a világ megmentő szerepbe tenni, de hát mi baja lehet a világnak, és akkor elkezd dolgozni a fantáziánk, hogy tehát természetesen akkor ha élettelen, akkor meteor, másik bolygó, hold, nap és csillag megszűnés és robbanás és bármi, és akkor ez mondjuk tud 5 epizódot egy ilyen Star Trekből, de hát kell belőle gyártanunk 110-et, úgyhogy akkor induljunk ez meg. Ez így kevés lesz. Igen, induljunk meg, és akkor kell az intelligens élet, vagy... De egyébként valószínűleg az emberben alapból ott van az, hogy amikor kémleli az eget, a végtelen eget azzal, és ha valóban felfogja, hogy mi az, amit lát, egyébként ezt képtelenség szerintem átérezni, a világűr méretét, tehát az, hogy tudod, persze, tudom én, hogy az a csillag az olyan, mint a mi napunk, csak még lehet, hogy 100-szor akkora, és én csak egy gombostű fejem méretűnek látom, és lehet, hogy a körül kering 200 bolygó, és lehet, hogy ebből látok csak így megszámlálhatatlanul sokat az égen, és azok körül mind van bolygó, tehát hogy kell, hogy legyen valami, ez ugye eljutsz erre a következtetésre, hogy ha itt 10 milliárd bolygóról beszélek, kell, hogy legyen valahol még élet. És akkor gondolkozol, hogy az milyen lehet, és nyilván nem azt képzeled el, hogy ilyen formátlan kocsonya ide jön, és még kommunikálni sem tudunk, tehát valahogy a fantáziáddal muszáj, hogy arra az ösvényre tévedj, hogy ezekkel te valahogy tudsz kommunikálni, hogy nem vagy egyedül ebben a rohadt nagy univerzumban, hogy valami nem egy ilyen sötét, egy fekete semmi vesz körül, hanem van ott valaki még rajta. És mi van akkor, hogyha ennek az UFO-nak az észlelése, vagy az UFO-nak az óhajtása, ez egy vágyfantázia. Ez mindannyian tudjuk, még aki tagadja, a lelkeményén az is tudja, hogy amit a Földön teszünk, ahogy működünk, ahogy növekszünk, fenntarthatatlan, és hogy a katasztrófába hajtunk bele. Hogy a szakadék szélét ostromoljuk. A zombi mítoszaink, meg a világvége mítoszaink, azok erre reflektálnak. A zombi lényegében tükör. Mi van akkor, hogy kifejezetten az személyiségétől elidegenedett, fogyasztói kosarával azonos, személytelen pláza, ez tényleg egy vírus, tehát amikor igen. Az ember magára úgy igen. Néz, mint egy ilyen romboló vírusra. Igen. Igen. Na most mi van akkor, hogyha ez az UFO észlelés, meg az UFO óhajtás, meg az UFO mítosz éltetés, ez valójában annak a vágya fejeződik ki, hogy legyen remény, legyen egy külső megoldás arra a problémára, amibe kavartuk magunkat. Mert ugye a bolygó zárt rendszer, az erőforrásai végesek, a mi növekedésünk viszont korlátlan, mértéktelen, tehát fogunk fogyni az erőforrásokból, aminek a vége a civilizációnk összeomlása lehet. Csak semmilyen más kimenetele nem lehet. Viszont, ha az ott egy UFO, az azt jelenti, hogy mégsem a világűr a végső határ, ez azt jelenti, hogy a bolygó mégsem egy zárt rendszer, azon kívül is van, tehát az, ami az UFO, az a hely, ahonnan az UFO jött, kiránthat minket szorult helyzetünkből, kvázi mégsem kell elpusztulnunk abban a globális krízisben, ami körbeért a bolygón a kapitalizmus, meg a nyugati civilizáció képében. Az UFO hit ebben az esetben egy ima egy erőhöz, amely helyrehozhatja a hibáinkat. Uh-huh. Bár nem igaz, hogy mindenki tudja, hogy egy apokalipszis felé menetelünk, mert én speciál reménykedő vagyok. Tehát én lehet, hogy hülyéz le, de én nem tudom, hanem én az ellenkezőit hiszem, hogy ezt így meg lehet fordítani. De hogy? Amúgy meg
Robi, én az ellenkezőit hiszem. Oké, okay, oké. Okay. Csak addig amíg nincs, nem térünk rá arra, hogy hogy addig az egy vallás tulajdonképpen. Csak szeretnéd. Érted? De az, ez nekem oké. Okay, én mert nem látom megalapozottabbnak a te jövőbelátásodat sem. Ja, nem, csak én csak azt mondom, hogy jelenleg egy hatalmas tanácstalanság van a világon, arra vonatkozóan, hogy hogy fogjuk magunkat ebből persze, a szarból kivakarni. Persze, de az évben rengeteg ez változott ennek a retorikája, és az, hogy tudomásunk van róla, és legalább egy akarat, ha még nem is igyekezett, azért az egy gyökeres változás mondjuk a 140 évvel ezelőtthöz képest. De szerintem igazából tulajdonképpen egy dologról lehet vitatkozni ezzel kapcsolatban, hogy 5, 10, 50 vagy 100 év múlva omlik össze, de hogy kódolva van ebbe a működésbe az összeomlás, az szerintem biztos. Jaj, és erre történelmi előzmények is vannak. Hmm. Az összes birodalom összeomlott, csak azok nem tudták globálisan felélni a lehetőségeiket. Lokálisan élték mindig csak fel. Lokálisan, tehát Babilon, Róma, de még a szovjet birodalom, és ezek mindig lokálisan tudtak tönkre menni, vagy Egyiptom, mindenhol, és egyébként pusztulást hagytak maguk után. Mi van akkor, hogyha az UFO-knak az otthona éppen pusztulás alatt van, és ők az előző bolygó méretű felelőtlenségüket még csak a bolygójuk szenvedte meg, de most, hogy feltalálták a hipertéren keresztüli utazást, most eszkalálunk. És ők a rossz hírt hozzák, nem pusztán ez a bolygó van halálra ítélve, hanem van egy másik is, és ugyanilyen rossz helyzet. Mi ebben a védett állatok a természet részei vagyunk, ahová egyszer csak így sípoló hangon betolat a fákat kiválgó teherautó. De az a helyzet, hogy ha már ide tudna jönni egy UFO, azzal az üzenettel, hogy tönkretették a saját bolygójukat, már az is akkor is egy jó üzenet lenne. Mert olyan technológiát hoz, jönni. Igen, azzal, hogy el tudott ide jönni, egy olyan technológiát hoz, ami esetleg minket ebben a fázisunkban, ebből a válságunkból kiránthat. Hát csak hova, hova menjen akkor? Mi számunkra mindenképpen egy örömhír, egy evangélium. Képzeld, mennyi ideig kereste ezt a bolygót, nem, azért kereste ezt a bolygót, hogy megmentsük őt, de legalább, ha ez nem is jött össze, legalább ő megment minket azzal a technológiával, amivel idejött. Hát, viszont legalább fogadjuk be arra a maradék 20 évünkre. Amit ő itt lát, az neki történelem, ő rögtön ki tudja számolni, hogy Oszinak vagy Robinak van igaza, és hogy hány év van hátra a Robi igazából. Hogy ez 79 vagy 790. És ennyivel egy időre beljebb vagyunk. Kedvencem az űrbe kilőtt kapszula, tudjátok, amiben üzenetet rakott az emberiség, és ott van, hogy le van így valami ilyen fém lemezre, bele van így vésve, vagy karcolva, vagy CNC-vel marva, mit tudom én. A férfi emberi test. A férfi, meg a nő, meg hogy hol vagyunk, hogy itt a, lehet, hogy csak a férfi, hogy itt van. Abból már reprodukálunk mindent. Persze, az oldalbordát kell föltüntetni rajta. Itt van a nap, meg a föld, meg a többi, tudod, így le van rajzolva, hogy mi adtunk egy térképet, hogyha majd ez valahol így becsapódik, tudod, ott van az UFO, nem tudom melyik a Ganymédeszen, ott éppen kertészkedik, és becsapódik ez a kapszula, és megnézi, nézd már, és itt egy lemez, és jaj, hát ez a Földnek a térképe, menjünk oda, már ott emberek vannak, szóval, hogy ez mennyire aranyos. De ezért humanoid, mert ezt kilőtték oda. Csak elképzelem, hogy fölteszik ezt a lemezt, és de 45-ös fordulatszámon van náluk, meg 33-as a szabvány, és így, akkor mindegy. Hát vagy olyan gyorsatokban látják, mint ezt a szarzenét nem akarjuk megmenteni. Nem, egyébként Beatles csomagoltak nekik, vagy valami nem más? Nem is tudom, de hogy ez valami olyan szinten naív és ilyen óvodás elképzelés arról, hogy mi itt hogyan, tehát hogy ez pont a reménytelenségünk. És pont azt fogják megtalálni, tudod, a 500 ezer különböző tárgy közül, amit minden nap kiokád magából a kultúránk, majd pont ez fog eljutni oda a térképünk. Mennyi esélye van? Ez olyan, mintha tényleg azt mondom, beleejtek egy tűt a szénakazalba. Hát ez nem lehet. Tehát az űr, az a végtelen űrbe kilőni egy kapszulát, sokan amiben van ez a semmi. Nagyobb esély van rá, hogy itt találják meg, ha itt hagyjuk a Földön, mintha kidobod, mert jó, kint de, hogyha minden itt hagyjuk, csak elveszik. Jó, de hogyha itt hagyjuk a Földön, akkor ugyanúgy megtalálják a fosszíliáinkat, amiből aztán, tudod, következtetéseket nyernek legalább olyan hitelesen arra vonatkozóan, hogy néztünk ki. Hát de olyanokat, mint mi a fosszíliákból, ami azért hiányos, tehát nem tudjuk, milyen hangot adott.
nem tudjuk, milyen hosszan élt. Nem biztos, hogy tudod helyesen, hogy mivel táplálkozott, bár vissza tudsz következtetni a testébe beépülő anyagokból mondjuk, de tudod, ezek már következtetések. Mint ahogy az emberi életmóddal kapcsolatban is következtetések, ahogy a megtalált otthonok, meg a temetkezési helyek körül, tudod, milyen tárgyak voltak, abból így következtet rá, hogy ezt és ezt a tárgyat ő dísznek, vagy a funkciója miatt használta inkább, és hogy ez a háztartásban volt jellemző, vagy a falunak egy közös volt belőle, vagy még nem is volt jelen, vagy hogy ezt az anyagot használták-e, és azt úgy használták, hogy előállították, bányázták, vagy csak ha találták, és ezekben bármelyikben tévedhetünk jó hosszú ideig. Tehát az, hogy mondjuk ilyen bakelit lemezszerűséget küldenek, az egy analóg vájatot, annak több értelme van, mint egy DVD lemeznek, mert az a protokoll, hogy a DVD lemeznek a bitjeiből, hogy lesz hanghullám, az szinte érthetetlen, vagy sokkal nehezebb megfejteni, mint azt, hogy ott a hullám. Tehát le van rajzolva a hullám. Okay. Húzd végig rajta a körmöd, és hallani és fogod. És cicceregni fog, igen, világos, de hát akkor is, és akkor mi van? És ha nincs körme. És ha nincs füle, és nem de pont, ma, pont tegnap vágtam le, mondta az utó. Most gondolj bele, hogy az elefántok kiadnak infrahangot, ami a miénknél mélyebb, a denevérek kiadnak ultrahangot, ami a miénknél magasabb, egyiket se halljuk. Most milyen esélye van annak, hogy az UFO végighúzza a körmét azon a vájaton, és hallani fogja azt a frekvenciát, amit mi hallunk, aha, de ő lehet, hogy nem. Amúgy az lehet, élet nagy, rohadt nagy tévedése, az pontosan ez, az, hogy a saját tartományunk központiságával gondolunk. Abszett. Az egész világra. Az, hogy az ultrahang, infrahang, ibolya, infravörös fény, tehát az elektromágneses és a levegő igen, hullámzásnak a számunkra érzékelhetetlen része, az így nem létezik, hát és is. Ugyanígy vonatkozik ez a hogy mondjam, a Zoom levelre, az, hogy a világ értelmezhető része az az emberi test méretével összevethető skálában zajlik, nem pedig azon kívül, és tehát így honnan tudod, tudom, hogy ez áltudományos és csak filozófiai, de mondom, hogy honnan tudod, hogy nem élik meg ugyanezt a fajta kultúrát, telekommunikációt, fejlődést, történelmet a sejtek, a porszemek, azon egy tök más kommunikációs nyelven, amit tudod, mi nem olvasunk innen, és ők azt gondolják, hogy ők a nagyon fontosak, és tanakodnak, hogy mi lehet a te bőrfelületeden kívül, miközben mi meg itt a rádióban csak így elméletnek nevezzük őket, és ők is elméletként gondolnak ránk, de mi biztos nem létezünk, és ők is biztos nem beszélnek egymással. És mi van, hogyha ugyanígy vannak vele a galaxisok, tehát, hogy minden kinézve annyit látunk, hogy ilyen nagy-nagy rendszerek, de hát tudod, az ugyanúgy lehet egy lény. Ha minden ilyen méretskálához tartozik egy értelmes akkor élet, akkor mennyi gondolat lehet a világban jóval több, mint amire számít? Ha a galaxisok mindegyike egy lény, akkor a tejútrendszer is egy lény, aminek mi a részei vagyunk. Tehát mint a bélflórádban igen, mi valamilyen funkciót ellátunk, lehet, hogy az emésztését segítjük. Felemésztünk egy bolygót éppen neki. És igen, lehet, hogy azért létesültünk itt, hogy ezt a bolygót, igen, hogy ezt a bolygót jól elemészze a tejútrendszer. És mi ebben segítünk elbontani. Ilyen rádióaktív sugárzók is gombóccá varázsoljuk, ami neki majd jót ezt melegíti a bendőjét. De nem érdekli azt az élőlényt a bolygó, mert az csak az atommag őt. A hold érdekli, mert ő az elektromos áramot annak a töltésén keresztül továbbítja. A Mária 51-ben, ahol ez az egész történik, igen. Mi van egyébként, hogyha az UFO az tényleg nem tudományos kísérlet szempontjából érkezik, az alien, az idegen civilizáció, hanem menekül. Azaz migráns az UFO tulajdonképpen. Akkor tudod, arra, ha menekül, akkor alkalmazkodjon menekült a kultúránkhoz. Ha menekül, akkor menekült. Ha migráns, akkor el akarja venni a munkánkat. Tehát na, ez a District 9 című új-zélandi, nem új-zélandi, dél-afrikai. Hát hiszen apartheid az apartheid tapasztalatával. A borok nyomán is összekeverted a született a District 9. Mert a District 9 az annak nagyon erős példázata, hogy mi várunk egy
magasabb kultúrát, egy magasabb civilizációt, mint a magunké, és kapunk egy hát nyomorultabbat, egy szerencsétlenebbet, egy olyat, ami nekünk van kiszolgáltatva. Mindannyian úgy képzeltük el az UFO-k eljövetelét, hogy jönnek az UFO-k, és akkor azok vagy megtámadnak minket, és leigázzák a Földet, vagy szövetséget kötnek velünk, és minket egy magasabb kulturális nívóra emelnek, de sosem úgy képzeltük el, ahogyan a harmadik világ bevándorol Európába, hogy ide fognak érkezni nyomorult, kiszolgáltatott lények, akik tulajdonképpen csak meg fogják terhelni a szociális rendszerünket. Ez a District 9. Igen. De miért pont fradistákat küldenek, az a kérdésem. Miért zöldek? Nem, 9. kerületi. Ja, hogy így. És zöldek is egyébként. Amikor a Kapcsolat című filmben idézik ezt, hogy az univerzum olyan hatalmas, annyi minden van benne, hogy kár lenne azt az egészet ilyen kevés emberre elpazarolni, az egy tök szép gondolat arról, hogy tulajdonképpen végtelen, ezért kell, hogy legyen máshol élet. Csak ez egyszerre a végtelenségnek egyfajta megértése és meg nem értése, mert a végtelenséget térként azonosítja, és akkor egyszerre kell, hogy velünk éljen valahol még valami, de ezt időben is azonosítani kell. Legalább az egyik irányba feltételeznek valamilyen végtelenséget. Tehát lehet, hogy kialakul egy értelmes élet, de ki mondta, hogy az a mi fennállásunk alatt történik meg? Érted, mire hát gondolok? Igen, tehát mivel a világ. Az is lehet, hogy ugyanez a helyen. Persze, a világegyetem ilyen, sőt, lehet, hogy itt van párhuzamosan lehet, mellettünk. Nem először tehát, fordul hogy, elő. Mint ahogy már arról is beszéltünk, hogy nem is érzékeljük minket körülvévő sugárzásnak is egy hatalmas jelentős részét, mi csak egy nagyon szűk tartományt, a látható fényt látjuk, azon kívül van irgalmatlanul sokféle sugárzás. Mi van, ha ők abban ténykednek, és nekünk esélyünk sincs őket észrevenni, és ugyanebben a térben vannak. Mi van, hogyha ezek a terek eleve átjárhatók, vagy értitek, szóval itt olyan messzire lehet elmenni. Nekem idegen civilizáció, vagy kultúra, vagy nem magyarázzon. Idegen nekem tanuljon meg angolul, Amerikába jön. Nem utogasson itt a láthatatlan tartományokban. Nem, hanem van egy filmélményem, a dolog, a The Thing, amit ki is rendezett, biztos tudod. Carpenter. Ami szerintem horrorban talán, nem is tudom, tehát a horror... Ez a Karfiolla átalakuló német juhászok olyasmi, típusú film, amikor olyasmi. Ilyen... Olyan nagyon kifasart helyzetben mutálódnak. Fasírtok, igen. Aha. Lényegében szerintem horror műfajban nagyjából az egyetlen film, ami nemhogy elviselhető, hanem tökéletes, és sci-fi, és az például megint csak egy olyan találkozást vetít elő, vagy vezet fel, amit nem szívesen, nem szeretnénk. Tehát, hogy nem szeretnénk, hogy így következzen be egy idegen kultúrával, vagy civilizációval való érintkezésünk. Tulajdonképpen a mondjuk egy vírusmutációval való találkozásod az hasonló. Az Időbevándorlók című skandináv science fiction sorozat kívánkozik még ide, ahova a múltból vándorolnak be, évszázadokkal korábbi múltból vándorolnak be, hát olyan figurák, akik akár a térből is érkezhettek volna, mert aki a térben utazik, az az időben utazik, ezt Einstein óta tudjuk. Aki a közel-keletről érkezik, az a középkorból érkezik, bizony. Tehát a középkorból érkezők, mint egy művészi analógiába állíthatók a térben bevándorló közel-keletről érkező tömegekkel, és 2015 utáni sorozat, tehát kifejezetten a migrációra, migránsválságra adott művészi reflexió. És elég jó. Azt írja a szerkesztőnk, hogy a District 9 az amerikai, kanadai, új-zélandi, dél-afrikai. Kétszer is találtam. Okay, a felét eltaláltad egész pontosan. És hozz példákat a tökéletes horrorra, de ne kalandozzunk el, hogy az az ördögűzője, vagy a ragyogás, fogalmam sincs. Hát a ragyogás az nem horror. Egyébként de az, horror. Van, hogy az van, hogy megszavaztatták, hogy mi a legjobb horror, és valami óriási részvételű szavazás volt, és az ördögűző nyert, és a ragyogás lett a második. Okay. Nem olyan rettenetes egy akkor valahol egyébként, amikor hogy a filmrajongók ízlése kiszámítható, de nem rettenetes. Tehát, hogy tudod, amin a remény rabjai a legjobb film, és éppen nem taszítja le másfél hétre valami moziban éppen kijött dolog, az nem olyan elveszett.
dolog. Dávid kérdését tolmácsolom felétek, Dávid, Vessző, Róbert. Miért hisszük, hogy vannak UFO-k, és miért hisszük, hogy nincsenek? Tehát mondjuk mi a motiváció ma mögött, hogy én ebben komfortot lejjek, hogy biztos vannak, ez a menekülést már ugye fölemlegettük, és mi a motiváció, vagy milyen komfortot az, hogy nem, én ezt biztosan tudom, hogy nem. Nem csak a föld feléléséből kell nekünk menekülnünk, vagy a föld felélése elől menekülünk ebbe a menekülő fantáziába, hogy UFO-k. Hát mi mindannyian halálra vagyunk ítélve. És nem tudjuk, mi jön a halál után. Ez amúgy így is egy csapdahelyzet, erre mondta azt a Hanvas Béla, hogy mindannyian a pácban vagyunk. Az, hogy a pácban vagyunk, az azt jelenti, hogy meg fognak minket sütni. Tehát minket már pácolnak a sütéshez. És ez egy alapból egy kétségbeejtő helyzet. De a sütés nem csak halál, hanem pokol párhuzam is. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem csak meg fogsz halni, hanem hogy nincs örök élet, vagy olyan örök élet van, hogy mehettek az örök büntibe. De akárhogy is, hogyha az ott fönt az égen valami, ami azonosítatlan, akkor az egy egérút. Akkor azon keresztül akár megmenekülhetünk. Valami, amit nem értünk, valami, ami nincs belekalkulálva ebbe az egész nagy képletbe, amiben halálra vagyunk ítélve, egy menekülő utat kínál, esetleg, ha az kiderül, hogy az micsoda, amit láttunk az éjjel, megmenthet minket a végzetünktől. És miért? Tehát, hogyha hiszünk benne, akkor oké ez, de miért nem hiszünk benne? Miért van az, hogy azt mondod, hogy ugyan már? Amiért bármi másban sem hiszel, hogy téged nem lehet megvezetni, te hiszed, ha láttad, vagy én még akár akkor sem. Mert nem akarod a pofára esést. Nem akarsz hülyét csinálni magadból, magad előtt tehát elsősorban. Tehát, hogy azzal csinálsz magadból hülyét, hogy nem hiszel az UFO-kban. Ezt honnan tudod? Tehát, hogy biztosan... De az ember... Most attól függ, hogy mitől félsz jobban. Attól, hogy bolond leszel, vagy attól, hogy őrült. Aki attól fél jobban, hogy bolond lesz, az inkább hisz az UFO-kban. Aki attól fél jobban, hogy őrült lesz, az inkább nem hisz az UFO-kban. Jó, de miért van az, hogy kétféle ember van? Tehát olyan, aki azt mondja, hogy van, meg aki azt mondja, hogy nincs. Miért nincs? Vagy hát biztos van, ez de hogy elvi, nem nagyon azért, találkoztam olyan valamit. Én nem mondja, tudom, lehet. Igen. Miért? Te megkérdezed, vannak UFO-k? Nem tudom. Igen, tehát ami pontosan a bizonytalanság a következő szó, ami ide fel van írva. Mert pont ezt a bizonytalanságot, ezt a legnehezebb fölvállalni, hogy nem tudom. A nem tudomhoz kiszolgáltatottság tartozik. Akkor inkább legyek biztos abban, hogy nincs kiút, mint hogy a hülye módjára azt higgyem, hogy van, miközben nincs. Amikor itt hirdetjük az elégedettséget, mint lehetséges, nem tudom, támaszt az életben, vagy hogy egy helyes álláspontot, akkor hirdethetnénk mellé a nem tudásnak a felvállalását is, mert ez legalább olyan hasznos. A nem tudom, és az elég. Igen, csak az emberek a nem tudást azt gyengeséggel azonosítják, hogy hát te akkor nem készültél föl, nem vagy képben, ki volna. Vagy te. Mintha szóltak volna, hogy persze. Ma ilyen óra lesz. De hogy igen, és dolgozatot írunk ráadásul. De hogy tart a bukástól, pedig ugye? Nincs is sehol. Mekkorát esnie, hát eleve nincs is egy magaslaton. Virágos. És így is rettegsz a bukástól. Igen, mindig. De azért mondom, mert ha kiderült, tehát azt mondod, hogy nem tudom, akkor az azt jelenti, hogy ja, de lehet, hogy mást sem tudsz. Lehet, hogy nem csak ezt nem tudod, hogy vannak UFO-k, hát akkor te semmit se tudsz elvileg. Igen. Ebben nagyon nehéz beleállni, nagyon nehéz kimondani. Tehát ez például azt kimondani, hogy nem tudom, meg azt kimondani, hogy bocsánatot kérek, meg azt kimondani, hogy megbántam. Ha ma lennék, már nem úgy csinálnám, ezeket a pokoli nehéz kimondani. Ne kezdjünk el Kowalskit idézni a műsorban, ennyit szeretnék kérni. Tudod, van az a varázsszavas számuk, amitől árnyék állok. De az például biztos, hogy politikus ilyet nem mond, hogy megbántam, meg nem tudom, meg máshogy csinálnám. Meg bocsánatot kérek. Ha viszont mégis mond, akkor az meg a leggyanúsabb. Tehát ha azt mondja, hogy megbántam, máshogy csinálnám, elnézést kérek, bocsánatot kérek, valami akkor biztos, hogy nagyon nagy gáz van. Minden mást megbánt ezen kívül. Az utolsó gondolatkísérlete Dávidnak, aki nem a hallgatónk, hanem a velem szembe ülő, lomkoronasétány diorámánkon túl elhelyezkedő gázom. Személy, hogyha te UFO lennél, mit gondolnál az emberiségről? Tehát megérkezel ide, és hát ahhoz, hogy mi az, ami meghökkentő, feltételeznünk kellene, hogy számukra mi a normális. Feltételeznünk kellene, hogy gondolnak.
Jó, világos. Tehát most maradva a mi, hogy mondjam, mentális készségeink közötti keretben, tehát feltételezve, hogy igen, kis emberkék nagy fejjel meg karokkal, és kiszállnak a járművükből, és becsapják maguk mögött az ajtót, és gondolnak valamit, akkor mit gondolnak? Milyen érdekes, hogy ugye a tudatodig, amíg eljut valami, hogy érzékeled, érzel, gondolsz, ítélsz, és döntesz és teszel. Ez mind megtörténik, és ne egyik képességgel sem feltétlenül ruházhatjuk fel. Te bármit is válaszolsz erre a kérdésre, hogy azt gondolnák, az a te gondolatod. Te gondolod azt, hogy ők azt gondolnák, vagy valójában... Hát jó, akkor én azt gondolnám, hogyha megérkeznék erre a bolygóra, és ugye itt az átlagos intelligencia 100, és az azt jelenti, hogy a legnagyobb tömeg, meg az alatt is iszonyatosan sokan, sok milliárd ember van gyakorlatilag. Feltételezem, hogy ha be tudta barangolni a világegyetemet, és el tudott ide utazni, akkor mégiscsak egy fejlettebb civilizáció. Tehát valószínűleg intelligensebb. Tehát amikor ezzel a csőcserékkel találkozna, azt gondolom, hogy mérhetetlenül csalódott lenne az a lény, hogy egy egész bolygót tele tudtak szaporodni ezek a prostók. De tényleg ez az aljadék söpredék. Lehet, hogy valószínűleg azért elképzelhető, hogy valami olyasmit gondolnának, amikor te előtted feltárul egy termeszvár. És ott látod azokat a nyomorult termeszeket, ahogy hordják a királynőnek, a lárvákat, meg én nem tudom, kelesztik, meg az egész kis társadalmukat élik, és akkor látod, és egyszerre érzel csodálatot, meg egyszerre érzel szánakozást. Mert hogy milyen nagyszerű és milyen nyomorúságos, és ezt egyszerre érzed a termeszvárat látva, lehet, hogy valami ilyesmit éreznének. De az is lehet, hogy végtelen együttérzést, szeretetet és és a végén kiderülne, hogy ők teremtettek igen, minket. Igen, azt mondaná, hogy annyira aranyos kis lények. Drágáim, látom, hát így terveztelek titeket, amikor vagy a hangyavárat építettem nektek. Azt mondaná, hogy könny csordul a szemembe, vagy könny szökik a szemembe, hogy látom, ahogy ti itt rohangáztok, élitek az életet, szültök, haltok, és egy gyötrelem, és ahogy Buthamester mondta, szenvedés az egész, és de ők nem. Mélyen együtt érzek. De akkor ők az istenek, hogyha így jönnek el, és így tekintenek ránk, hogy micsoda rettenetes szenvedés, hogy ti itt gürcöltök, aztán meghaltok, az azt jelenti, hogy ők nem halnak meg, ők nem gürcölnek, ők nem szenvednek. Akkor viszont hogy vesznek részt a mi szenvedésünkben? Tehát a részvétüket miből merítik, amikor ránk néznek, és a szenvedésünket látják. A saját skálájukon. Mégis csak kell, hogy legyen valami közös, valami fajta tapasztalás, hogy részvétet tud érezni az ő szenvedése iránt. Kell, hogy legyen tapasztalata a szenvedésről, hogy tudja, hogy mi az, amit rád projektál. Hát mondom, de mi nem van tudom akkor, ha nekik olyan iskolájuk van, hogy ugye megszületik, szenved, de körülbelül 6 éves korára eléri azt a szintet, hogy már nem szenved a saját szomjúságától, és az életének a 90%-át mert ezektől mentesen megvilágosodottan éli le, és így érkezik. Igen, és akkor reménykedj, hogy lehet. Így érkezik, nem úgy, mint a Prométeuszban, hogy ilyen kinyílik az a tároló a repülőn, és kidobálja a bolygó lenullázó objektumokat. Meg nem úgy, mint ahogy valaki hazatántorog a csirkebelező üzemből 12 óra munka után hétvégén is, hogy na most jól elverem a kutyát, a szemem elé ne kerüljön. Reméljük, hogy nem így érkezik. Pedig pont így képzelem, hogy a ránéz a földre, és akkor jaj, de aranyosan teleszültétek, és lát egy háborút, akkor azért ott így csak ennyit mond, hogy fúj! Nem szeretnénk egy másik civilizáció bűnei miatt mi bűnhődni. Hogy a dühös alienek egy másik civilizáció bűnein úgy fölcseszték magukat, hogy mire ideérnek, minket semmisítenek meg. Csak hogy most már aztán pusztuljon valaki. Hát vagy gondolj bele, hogy ha olyan gyermetek és olyan igazából ilyen gondtalan és bűntelen és felelősségtelen, mint mondjuk egy gyerek, aki kimegy ez az általad vizionált termeszvárhoz, és elkezdi nagyítóval így perzselgetni a kis fickándozó, szaladgáló hangyákat, és kacak, hogy milyen mókáson táncolnak. De közben ez a Tim Burtonnek a Támad a Mars című filmje. Az egy csodálatos szatíra erről az UFO várásról. De a napformájában perzsel meddünket egy ilyen speciál, ez az egyik feltétele volt az életnek. Ez az, hogy a közel abszolút nulla fokon létező bolygón, ahol a hőmérséklet és a rezgésnek egy nagyon alacsony tartományában élünk valójában, az
a végtelen maximumokhoz igen, képest. Igen, a sok millió itt fok. Épp hogy kialakuljon az... Hűvös, finom hűvös. Nem tudom, a kémiai anyagoknak egy olyan halmazállapot együttese, ami lehetővé teszi azt, hogy legyen víz, és legyen levegő. Amúgy ez a műsor is kijut az űrbe, minden, ami a rá szerintem, ez ami a rádióban elhangzik, az viszonylag jól dekódolhatóan egy potom FM szintén, vagy mi ez, minek hívják, frekvencia moduláció által végül hallható lesz. Akkor üzenjünk valamit. Vigyázzunk, mit mondunk. Szerintem már így se jönnek, ami az anyátokat úgyse tudtok idejönni. Soha nem kaptok el. Utállak titeket, mint a szart, hogyha vagytok, akkor most gyertek, vagy akkor nem vagytok. Nem meritek ide tolni a pofát. Nem, gyertek, van ingyen kávé az Anarchista kávézóban, Torontóban. Jaj, de ezt már ja, már nincs. Kipróbálták az időutazókkal, ugye, hogy tartok az időutazóknak egy bulit, és nem jött el senki. Egyébként meg mi van, hogyha kijutnak ezek a hullámok? Most már talán több, mint nem tudom, 100 éve. És eljutnak... Hol tartanak? Nem, mire ideérnek, mi már nem leszünk sehol. Tudod, így jönnek, és téves, tudod, haló, nem veszik föl. Tehát, hogy amikor megérkeznek, mi már nyom nélkül kihaltunk. És csak a buli végét látják, a romokat, igen. A fesztivál végén ott maradt a széthaigált szemetet. Akkor viszont teljesen fölösleges, most már fölöslegesen indulni. Maradjatok ott, ahol vagytok. Nincs rátok semmi szükségünk. Köszönjük, hogy zavartunk. Nem akartunk.